Tavaly a Művelődési Központban Balázs Pali koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak. Idén ismét egésznapos eseményt szerveznek az idősek napjára a Bonyhádi sportcsarnokba. Néhány héttel az esemény előtt szinte minden regisztrációs hely elkelt. Tudtuk meg Vizin Balázs, a Bonyhádi Önkormányzat kommunikációs munkatársától, aki a részletes programkínálatot is ismertette. Program, ahogy említettem, október 1-én kezdődik, 5 óra magasságában, sőt, ezt megelőzően is már 3 órától egészségügyi szűrésekkel és állapotfelmérésekkel kedveskedünk az idős polgároknak, majd 5 órától polgármesterasszony köszöntőjével nyit a rendezvény, amelyet követően Kovács Kati énekes lesz a színpadon, aki a tőle megszokott kiváló produkcióval szeretné egy kiváló hangulatot teremteni a sportcsarnokban, és hát egyéb meglepetésekkel is készülünk, de ez egyelőre maradjon titok. Sok szeretettel és nagy tisztelettel várjuk a bonyhádi szépkorúakat. Bízom benne, hogy minél többen velünk tartanak a rendezvényen. A nagy érdeklődése való tekintettel a szervezők arra kérnek minden bonyhádi szépkorút, hogy minél hamarabb keresse fel a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ információs munkatársait, és igényelje az ingyenes, még fennmaradt regisztrációs jegyeket.